Köszöntöm Önöket, Körmendi Zoltán vagyok. A mai csatangolóban is két helyszínre kirándulunk majd. Már itt vagyunk a Karossi honfoglaláskori látogatóközpontban, a műsor második felében pedig a Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumba látogatunk. Ugye velünk tartanak? Azt gondolom, hogy Bodrog közt joggal nevezhetjük Magyarország bölcsőjének, igaz Péter? Igen, joggal nevezhetjük, sőt, itt vagyunk Karoson, Bodrog közt bölcsőjében, illetve talán, ha lehet ilyet mondani, a mai leletek tudásunk alapján az egyik központjában. Ugye az első ásatások, itt a honfoglalás koráról beszélünk, már 1930-as években megtörténtek, már akkor lehetett sejteni, hogy tényleg Bodrog köz az első lakott területek egyike volt a 10. században, vagy a honfoglalás korában, és a 86-tól 94-ig tartó ásatások pedig bebizonyították azt, hogy valóban a legnagyobb vezérek, Árpád fejedelem közvetve katonai kísérete itt a Bodrog közben közel 30 éven keresztül lakott, élt, temetkezett, és innen is hadjáratokat vezettek ugye nyugat felé. Tehát ilyen, ezen ismérvek alapján ilyen információkkal ugye kébeléve, tehát bizony mondható az, hogy Bodrog köz Magyarország bölcsője, és Karos pedig az egyik legfontosabb helyszín a mai tudásunk, mai leletek alapján. Az épület maga is nagyon érdekes, mert hogy kívülről nézve egy gyúrtához hasonlít. Mikor jött létre ez a látogatóközpont, és pontosan az emeleten és a földszinten mit láthatunk? A tervezők mindenképpen egy olyan épületet szerettek volna, ami talán a honfoglalás korához, vagy éppen a 10. századhoz valamilyen szinten kötődik. Így esett egy hármas egységre a választás. Alapvetően egy gyúrtasátor formája van az épületünknek, és egy látványkiállítást terveztek az alsó részre. Viszont ennél tovább mentek a tervezőink, egy hármas egységet, ugye, hogy említettem, vittek még bele. Tehát a második egység az egy készenléti nyilvesszőtegezőnk, amit a kupola részt testesít meg, tehát az épületnek a tetején látható. És ami talán a legfontosabb része a 10. századunknak, az a magyar visszacsapó reflexi, ezt is belevitték az épületbe a tervezőink. Így van, és bizony, hogyha szemből nézzük az épületet, akkor ezt a kihúzott magyar visszacsapó reflexiát tudjuk benne felfedezni. Ez a hármas egység az épületnek. Kettő szintes az épületünk, jelenleg itt az alsó szinten vagyunk. Itt egy interaktív kiállításunk van. Akár itt mellettünk látjuk a monitort, tehát audiovizuális terünk azt hozza magában, hogy különböző videókat tudunk mutatni a látogatóink részére. Itt tartjuk a tárlatvezetéseket, az előadásokat, és innen indulunk ki, tehát lényegében ez a kiinduló pontja egy-egy csoportnak a kirándulási idejének. És érintőkijelzési alkalmazások, eredeti tárgyak, másolatok találhatók itt lent, illetve hogy a belső tér egy olyan alkalmas terület még, amikor is akár másfajta vagy más típusú kor rendezvényét is megvalósítottuk már az eddigiek alapján, tehát egy nagyon jó kis interaktív tér az az alsó rész. A fenti rész pedig fel fogunk majd menni oda is, ez pedig egy panoptikális kiállítás, ahol az egyik vezérünknek a mindennapjait fogjuk bemutatni egy olyan interaktív módon, ahol szerintem mindenkinek tátva marad a szája, hogyha kijön, tehát egy jó dolgunk van, szoktam mondani, kinn a kijáraton, hiszen nekünk kell az állakat felcsukni, hiszen talán még az országban nem sok, vagy lehet, hogy nem, nincs is ilyen, nem is tudok róla, hogy ilyen jellegű panoptikum lenne. Mutass itt, légy szíves, lent egy-két érdekességet. Ezek az edények, amik itt előttünk láthatóak, ezek eredeti edények. Ezt azért nagyon fontos mindig bemutatnunk, hiszen ugye talán vannak a mai köztudatban tévhitek az őseinkről, és ezek a leletek egyébként mindig cáfolják ezek a tévhiteket. Például az őseink nagyon komoly gasztronómiát, illetve nagyon komoly mezőgazdaságot folytattak, és ezek az edények, itt az épület alatt megtalált edényekről van szó, ezek az edények bizony gabonaszemet rejtettek magukban, a régészek szerint csiraképes gabonaszemekről van szó, tehát ez bizonyítja, hogy az őseink bizony tudatosan előre raktározták az élelmiszert, és nem csak úgy napról napra éltek, hanem bizony a mindennapokat nagyon gondosan megtervezték, és emiatt ugye komoly mezőgazdasággal is rendelkeztünk, komoly állattenyésztéssel, és ilyen szépen megmaradtak itt az épület alatt a edények. Nagyon jó ízáró réteget képzett talajunk van, egy homok, agyag talaj, és egy olyan 40-50 centire leásva, már bizony a régészek is nyíltan kimondják, hogy annyira jó a talajunk a régészet szempontjából, hogy jobb helye lenne mai napig is a föld alatt a leleteknek, mint a akármilyen gázos vagy
fény által megvédett vitrinekben, hiszen olyan vízzáró réteget képez, hogy egyszerűen a leletek megmaradnak, tartósítva vannak, és nem korrodálódnak, tehát nem véletlenül találtak nálunk ilyen 1100-1200, vagy éppen ugye az avarkorból is nagyon szépen megmaradt leleteket. Odakint pedig nagyon aranyos kisbárányokat is láttam, ők mikor kerültek ide? Nagyon fontos a központ életében, illetve a mi szemléletünk szerint, hogy a 10. századot ne csak számítógépen lássuk, ne csak monitoron, vagy ne csak beszéljünk róla, hanem mutassuk meg ízig-vérig, hogy milyen. Ezért nagyon fontos, hogy akár mondjuk egy gyerkőc, ha egy lovat kihozunk, vagy egy íjat, akkor tényleg ő érezze, hogy milyen egy íjat kihúzni, érezze, hogy milyen egy lónak az illata, milyen rajta ülni. És a bárányoknak is pontosan az egyik szerepe ez. Ezek az úgynevezett cigálya típusú bárányok. Ha jól tudom, akkor a génállományuk talán a legjobban megőrizte az őseink által tarthatott állatokat. De főleg ezt a bárányt tartották? Ezt is tartották, így van. Ugye nagyon sokan beszélünk most akár másfajta, vagy beszélnek másfajta típusú bárányokról is, de ha jól tudom, akkor ezek a típusú bárányok bizony ősi géneket tartalmaznak, és egy olyan törzset sikerült hoznunk, akik ezt őrzik, és tehát egy törkönyves állományról van szó. Ezzel a bárány állománnyal pedig ugye az egyik célunk az, hogy a gyerekek lássanak ugye bárányokat, oda menjenek hozzá, nagyon szeridek egyébként, tehát oda tudjanak menni hozzá, akár megsimogatni, és most ugye különleges a tavasz a bárányok életében, hiszen az új kis jövővények is itt vannak. Pici bárányok. Így van, tehát fekete bárányokat láthatunk, nagyon piciket, és akárha ilyenkor kijön egy látogató csoportunk, akkor nem tudnak vele betelni. Megérkeztünk a Panoptikumba, ahol különféle jeleneteket fogunk majd látni, és időrendi sorrendben haladunk, velük kezdünk. Karos egy különleges hely a honfogláskori leletek szempontjából, és itt a bábú kiállításunkon, a panoptikális kiállításunkon pedig a hármas temetőben talált vezérünket igyekszünk bemutatni a látogatóink számára. Vagy, hogy beszéltük már korábban, egy olyan vezérről van szó, aki még itt a Karoson a vezérek között is kiemelkedik, tehát valószínűleg a Bodrog köznek, a térségnek egy nagyon nagy vezére lehetett, és bizony az ő jelenetét próbáljuk bemutatni olyan jelenetekben, ahol akár harcokat, akár családi idillképet láthatunk majd. Rögtön az első jelenetnél, itt a Panoptikumban még egy kiskori úgynevezett felövezés előtt álló képet láthatunk az ősünkről, édesapjával. Ez egy etelközi, egy sztyeppés, füves, pusztai idillt próbál bemutatni a látogatók elé, és nagyon fontos része a Panoptikumnak, hiszen lényegében ez nem csak maga hármas temetőnek a vezérét konferálja fel, hanem lényegében magát a honfoglalást is, mint eseményt. A második jeleneten egy kárpát-medencei részt láthatunk. Felnőtt a harcosunk, egy igazi vezér lett, egy igazi magyar harcos, egy igazi fővezér. Akár egyébként érdekes, hogy az arcokat, a felszerelést, a ruházatot, mind a lovak felszerelését a sírkedben talált leletek alapján rekonstruálták a készítők, illetve a hozzáértők. Itt pedig már konkrétan harc közben látjuk a következő jelenetben. Ugye tudni kell, hogy az őseink nagyon nagy harcosok voltak, már akár 5 éves korukban elkezdték a harcászatot tanulni, és egy 14-15 éves korban már bizony ők ott voltak, és a csatamezőn a legjobb harcosok lettek. Itt a hármas egységünkben egy csata jelenetet fogunk látni, tehát maga de a harcosnak a ruházata, a felépítése, a világ rettegett fegyvere, ugye a magyar visszacsapó reflexé, itt minden látható. Szintén a legfontosabb felség jelvényeink az ősünkön, tehát akár a készenléti ítegezről, a szabjáról, vagy a veretes övről, a veretes tarsóról nem is beszélve. Sőt, egy különleges süveg van rajta egyébként, egy harci süveg. És egyébként, ami még egyedivé teszi a Panoptikumot, azok az arcrekonstrukciók, hiszen nem csak úgy kitalált arcokat hoztak ide nekünk a hivitelezők, hanem bizony a csontok alapján antropológiaiak feltárt, illetve megszerkesztett arcokról van szó, tehát egy teljesen hiteles arcokat láthatunk itt. Ebben a csatában ugye a lényeg, hogy a nyilvesszőröpködésen keresztül, a szabja csattogáson át egészen a lovak dübörgéséig mindent lehet hallani, mindent lehet látni. Ez is egy élmény szintén a látogatónak, legyen az egy
fiatalabb vagy egy idősebb korosztályú látogatónk, és egyértelműen ugye, mint a 10. században szinte mindig a magyar harcosok nyernek, ez egy itáliai csata jelenet. Amit is látunk ez? Igen, ez egy itáliai csata jelenet, és egyértelműen mi nyerünk, tehát itt a itáliai harcosok a jobb oldalon már ugye haldokolva veszik tudomásul lényegében, hogy a magyar harcosoknál nincsen jobb, és bizony ezt a csatát megnyertük. Pedig ők dupla annyian vannak, mert ketten az egy ellen, és még így is. Így van, tehát ugye tudni kell a magyar harcos csapatokról, hogy mindig többszörös túlerőt győzünk le. Egyébként a harci titkainkat ugye nagyon sokszor nagyon nehezen értették meg az ellenfelek, és de a többszörös túlerőt különböző taktikákkal, trükkökkel és mi lehetett ez a titok? Tudtuk ugye megoldani. Ugye az őseink természettel együtt éltek, ez nagyon fontos volt, és lényegében a természettel való együttélés az hozta magából, hogy nagyon jól együtt tudtunk élni azokkal a környezeti elemekkel, amit mondjuk az ellenfél csapatai nem tudtak megoldani, tehát könnyen tudtunk mozogni akár egy mocsaros részen, erdőkben, síkvidéken. Ezeket ki is használtuk, vagy éppen volt olyan csatánk, pont egy itáliai csatáról van szó, ahol éppen a 45 fokos meleget használtuk ki, és bizony a felfegyverzett harci készültségben állt itáliai csapat ugye a melegben nem bírta tovább, és igazából könnyedén legyőztük a többszörös túlerőt. Ilyen elemeket is kihasználtunk, illetve az őseinknek ugye a taktikai készsége is nagyon jó volt emellett. Tehát például ugye hallhatunk a történelem könyvekbe is azokról a csatákról, ahol támadást színlelünk, egy pár száz harcossal csak, megfutamodunk és odavonzunk az ellenfelet, ahol nekünk jó az ütközet, ott pedig a többi csapatrész közbelépés, megnyerjük a csatát. A lovakról is beszélünk még nagyon röviden egy picit, hogy azért nekik is bírniuk kellett a strapát. Itt milyen lovak voltak? Igen, tehát találunk is sok leírást egyébként krónikákban, hogy milyen lovakat használhattunk, vagy hogy használtuk a lovakat. Ezek, hát mi úgy mondjuk, hogy harci lovak egyébként. Magyarországon ma nem jellemző ez a típusú ló, amit az őseink használtak. Valószínűleg kis tömzsi, nagyon karakteres lovakat használhatunk. Nagyon sok leírás azt mondja egyébként, hogy a harcossal együtt harcolt a ló is, tehát rúgta, harapta az ellenfelet, és olyan jó betanított lovaink voltak, hogy igazából nem kellett fognunk a kantárt, tehát mind a két kezünk szabad volt, és a lovat csípőből tudtuk irányítani, vagy pedig vannak olyan leírások, hogy a ló egyébként azon a területen, ahol betanítottuk, tudta, hogy mi a dolga. Tehát tudták a csapatmozgásokat, tudták az egységeket, és igazából nem volt szükség arra. Talán itt a Kentaur képe ismerős is, ugye, hogy a csípőtől lefelé a lótest, csípőtől felfelé egy emberi test. Az őseink nagyon nagy lovasok voltak. Az utolsó jelenet pedig a jurtában zajlik már. Itt pontosan már megpihennek igazából? Tehát a hármas temető vezérről beszélünk mindig itt a panoptikumban, és igazából itt a panoptikális kiállításnak a vége egy éjszakai jurta jelenet, ahol akár ugye felnézünk, akkor csillagképeket láthatunk, és ennek a jelenetnek pedig lényegében egy családi idill a lényege, mégpedig az első jelenetnél egy fiatal, harcos, pár éves ősünk, egy meglett család apa lesz, és igazából amellett, hogy a családi idillt próbáljuk bemutatni, itt a panoptikális kiállításnak a tálatvezetője, a gépi tálatvezető elmondja számunkra, hogy milyen egy jurta a sátor, milyen elemei vannak, hogyan ültek benne, hogyan étkeztek benne, milyen sorrendben ültek benne. Tehát ez is egy nagyon szép idillkép zárásként, és lényegben összhangban az első, második, harmadik jelenettel, ugye az őseinknek a nagy tudásáról, a nagyságáról, illetve a természettel való együttélésről tanúskodik. Hát köszönöm szépen, Péter, az izgalmas idegenvezetést. Bízom benne, hogy nagyon sokan látogatnak majd el hozzátok a nézők közül is. Most pedig Sátoraljaújhely felé vesszük az irányt, hiszen a Börtönmúzeumban már várnak minket. Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumba érkeztünk, annak is az előterében vagyunk, ahol Tamás mindjárt körbe is vezet bennünket. Hány helyisége van a Börtönmúzeumnak? Hát ez az első egy ilyen nagy történeti résszel kezdődik, utána inkább a tárgyi emlékek kaptak helyet, majd pedig ahogy majd jövünk visszafelé egy folyosón, ott különböző kis zárkamásolatok lesznek, illetve minden magyarországi börtönről van egy ismertető, illetve azzal szemben pedig egy tárlókban, hogy milyen rabmunkáltatásból származó termékeket állítanak elő az adott börtönben ott az elítéltek. Na hát nagyon kíváncsian várom, akkor megyünk is, jó?
Mióta van Sátoraljaújhelyen ez a múzeum, ez a börtönmúzeum? Ez a múzeum 2007-ben jött létre itt Sátoraljaújhelyen, és az a története magának a múzeumnak, hogy 1905-ben alakult itt meg Sátoraljaújhelyen a börtön, és ennek a 100 éves évfordulója az 2005-ben volt. Erre a kollégák akkor összegyűjtöttek különböző tárgyi emlékeket, és szerették volna megmutatni az elmúlt évszázadnak a történetét, csak aztán az olyan jól sikerült, hogy úgy gondolták, hogy ezt nem fogják feloszlatni akkor ezt a gyűjteményt, hanem szeretnék ezt egy ilyen állandó tárlaton megmutatni, és akkor így 2007-ben aztán megnyílt egy pályázati támogatás eredményeként ez a múzeum. Ugye itt azt tudni kell erről a gyűjteményről, hogy ez nagyon érdekes, hogy itt a börtönnek a tereit alakították át, ez eredetileg a börtönnek volt a látogató helysége. Ez ahol most vagyunk? Most vagyunk, igen, ahol bejöttünk, vagy bejöttetek. Ott jöttek be a hozzátartozók, és akkor itt voltak ezek a hosszú padok, asztalok, ahol a hozzátartozókkal, családtagokkal találkoztak. És a börtön épületéből valamilyen ajtón át tudtak jönni a rabok? Igen, igen, itt van egy közvetlen feljáró az intézet felé. Egyébként maga ez az épület, ez nem börtönnek épült, ez egy törvényszéki palota volt itt a fő utcán, és a mögötte levő épületben vannak elhelyezve az elítéltek most is, itt a börtönnek a parancsnoksága, illetve az elítéltekkel foglalkozó cégnek az irodái kaptak helyet a második emeleten. Mindenféle harci eszközt is látok itt a tárlókban ezek. Honnan valók és milyen korból? Ugye itt amikor az a koncepció érvényesült, amikor ezt a múzeumot létrehozták, hogy a kis tárlókban azt az utat lehessen bejárni, ahogy valaki bekerül a börtönbe. Ezért az első tárlóban ott törvényszéki iratok kaptak helyet, ugye ez a bíróság. Majd, hogyha végül is a bíróságon nem sikerül valakinek megvédeni az igazát, akkor bekerül a börtönbe, és itt az őrökkel találkozik először, és az őrszemélyzethez kapcsolódóan kerültek itt elhelyezésre a II. Világháborúig nagyjából használt hidegfegyverek, ezek a kardok, ott távolabb pedig olyan szovjet típusú lőfegyverek, amelyeket azóta így a 90-es évekig használtak az elítélteknek az őrzésére. Portrékat is látok a falon, ők kik? Hát a magyar börtönügynek egy nagyon érdekes úgynevezett aranykora, a monarchia időszaka, amikor a legtöbb magyarországi börtön épült a nagyvárosokban, a megyeszékhelyeken, így Sátoraljaújhelyen is, hiszen Sátoraljaújhely akkor Zemplén vármegyének volt a központja. És akkor ebben az időszakban nem csak arra fordítottak figyelmet, hogy minél jobb körülmények között tudják elhelyezni a rabokat, tehát új épületeket építettek, hanem azzal is nagyon sokat foglalkoztak, hogy mi tulajdonképpen ennek a büntetésnek a célja, mi az értelme, és ekkor nagyon komoly szellemi hátországa is volt ennek a büntetés végrehajtásnak, és ennek a börtön modernizációs folyamatnak a nagyjai, azok, akik ott láthatók, Deák Ötvös és az ő társaik, és az ő publikációik kaptak helyet ott abban a két kis tárlóban hátul. És ezek az iratok itt mellettem ebben a tárlóban? Ugye, ahogy itt említettem, itt az őrszemélyzettel kapcsolatos iratok láthatók. Az elsőben például egy ilyen őrszemélyzeti nyilvántartó könyv. Hát látszik, hogy egy Éles Gyula nevű ember volt, itt a szomszédos Vívitányból származik. Megtudjuk róla, hogy református volt, egy asztalos volt, és aztán valamiért úgy gondolta, hogy neki mégiscsak börtönőrként itt jobb lehet. Ami az érdekesség persze az, hogy ez egy annyira precízen vezetett nyilvántartó könyv, hogy bármelyik mai HR-esnek is igazából a javára válhatna, hiszen szépen látszik az, hogy milyen fokozatok mentén haladt előre az illető, vagy hogyha például valami fajta függelemsértést követett el, akkor hogyan vetették őt vissza valami fizetésben vagy rangban, míg aztán le nem szerelt 1946-ban. Lefogadom, Tamás, hogy ez az egyik legnépszerűbb része a kiállításnak, ahol a ruhákat láthatjuk, és ez a mai trend itt a raboknak, tehát ezt a ruhát hordják. Igen, ez a gyerekek is egyébként szerették ezt, ahol a tárgyi eszközök kaptak helyet ebben a kis teremben, és valóban ez egy mai darab. Ez az úgynevezett mákosa, hogy itt a börtönszlengben a rabok egymás között hívják, vagy pedig az ing mintájában ez a tyúkláb mintás öltözet. És hát próbáltunk azért régen
borokból is összegyűjteni egy pár darabot. Ugye a tipikus csíkos. Igen, igen, a 60-as, 70-es évekből, amit ugye nem tudom, gyerekkorunkban még a kékfényből így láthattunk. De igazából talán a legérdekesebb darab mégiscsak ez a zöldes keki színű. Ugye itt az 50-es években annyira sok volt a politikai elítélt, hogy megtartak a magyarországi börtönök, és akkor ilyen kényszermunkatáborokat hoztak létre, és ott használtak ilyen öltözetet. Egyes vélekedések szerint ez egy ilyen büntető alakulatnak is lehetett egyébként a darabja, ez a piros csíkos. Van téli-nyári öltözet, vagy azért ilyen luxus ne képzeljek el? Nem, hát látszik, hogy régebben ilyen daróc öltözeteket használtak. A csíkos is egyébként, ha megfogod, akkor ez egy ilyen nagyon durva anyag. Ez erős, az vastag. De a mai az egy ilyen nagyon jó kis réteges öltözet, tehát van neki ingje, felső kabátja, és ezen még egyébként télen egy ilyen felső kabátot is hordanak az elítéltek. Itt a mellettünk látható tárlóban pedig tiltott tárgyak vannak, azt mondtad. Igen, igen, tehát itt a tárgyi eszközök között tulajdonképpen a legérdekesebb rész, tehát hogy gyerekek jönnek, vagy ilyen iskolás csoport, akkor rögtön itt csoportosulnak körül a tárló körül, hiszen itt vannak azok, amiket vagy tilos behozni, és mégis megpróbálták bejuttatni őket, vagy pedig itt bent készültek valamilyen leleményes módon. Akkor ezek elkobzott tárgyak konkrétan? Igen, 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 igen. Tehát olyan biztonságra veszélyes eszközök, amiket hát éppen ezért nem engedik az használatukat. Tehát ha például megnézitek, itt van egy kis májkrém konzerv, és a borotva nyél összekombinálva egy kis vassal, és akkor ez egy rádió. Itt mellette ez a hajlított vas darab ezzel a dugóval, ez egy merülőforraló, vagy ott kis, ezek a kis DC motorok, ezek a modellezéshez használatos kis motorocskák összekötve a golyós tollakkal, vagy avval a tűvel, ez pedig ugye a sütéstet kók elkészítéséhez lehet alkalmas, vagy hát mondjuk ez ugye a mobiltelefon, ez egy ilyen örökzöld téma, bár ugye, ahogy itt említettük, 2007-ben alakult meg a múzeumunk, azóta már sokkal kisebb telefonokat próbálnak meg becsempészni. Ja, például a könyvbe beépítették a mobiltelefon? Igen, tehát ez egy valós ötlet volt, amit itt megpróbáltak maketten bemutatni. Csak így négy szem közt vagyunk, mondd el, Tamás, hogy azért nagyon nehéz innen elszökni ebből a börtönből, ugye? Tehát nem lehet valami reszelővel... Igen, egy ilyen sperhaknival, vagy nem tudom, mivel egy ki menni. Itt nálunk legutóbb egyébként 1986-ban volt. Kísérlet? Igen? Igen, igen. Így néz ki a börtönnek az agya, a feje tulajdonképpen. Ahol most vagyunk az ügyeleti szobában, igaz? Igen. Mert hogy például ez egy alaprajz, ez a Sátora Jóhelyi börtönnek az alaprajza? Nem, hanem ide a börtönmúzeum alapításakor nagyon sok minden került az éppen akkor megszűnő esztergomi intézetből. Ez az esztergomi intézetnek az alaprajza tulajdonképpen. Ezek a sárgás-zöld LED-fények most így a normális állapotot mutatnák, vagy azt szimulálják, és ha bárhol pirosra váltana, akkor lehetne itt az egyes zárkákat vagy körletsorokat lezárni ezzel a sok gombbal. És akkor monitoron pedig lehet figyelni a folyosókat, vagy a cellákat is? Igen, igen, igen. Tehát ami a bekamerázott részeket a börtön, az intézetnek az egyes folyosóit, a zárkáknál, hogy ott bemennek, kijönnek a rabok. Megérkeztünk egy zárkába, és azt mondta Tamás, hogy nagyjából így néz ki manapság egy zárka, ami azt jelenti, hogy általában akkor két elítélt van egy ilyen helyiségben? Hát nálunk a fegyházas részen ott vannak ilyen egy- és kétágyas zárkák, de vannak, ahol többen vannak, 4 és 8 személy, de nagyjából hát a berendezési tárgyak azok hasonlóak. Az ágy, a stokik, az asztal. Mi a stoki? Hát ez a hokedli, amit ja, itt a helyet foglalnak az elítéltek. Itt bent mosdanak. Igen, mondjuk itt a 2007-es állapotokat próbáltuk szimulálni, vagy hát bemutatni. Ennél talán egy kicsit modernebbek ezek az ilyen rozsdamentes acélberendezési tárgyak vannak már, amiket így higiénikusabbak, jobban tisztán lehet őket tartani, vagy pedig hát kevésbé lehet bennük elrejteni. Biztonsági szempontból ezért jobbak talán most. A tükör és a televízió az csak a kiváltságosoknak jár, vagy minden zárkában van? Nem, ez minden zárkának a berendezési tárgyához hozzá tartozik, tehát a tévénézés lehetősége az biztosított az elítéltek számára.
de szigorúan fogva tartottak, azért egy kicsit puritánabb körülmények között vannak. Ugye itt alapvetően ez egy ilyen életmódbeli különbség, ha erre így kitérhetünk. Tehát a fegyházas részén ott mindenki bent van az árkájában, míg a börtönös részén alapvetően az a különbség, hogy ott ki lehet menni az árkából, és vannak olyan közös használatú helyiségek, amiket egyébként lehet használni, vagy pedig hát megfelelő ellenőrzés mellett be lehet menni a szomszédos zárkába, és ilyesmiket kell elképzelni a fegyház és a börtön közötti különbségnek. Tehát akkor ez a börtönnek a zárkája, de a fegyház azért... Nem, a fegyház is nagyjából hasonló, csak ott mindig ránk zárul az ajtó. Uh-huh. Nem tudom, te például itt akarsz-e maradni, hogy... Hú, hát nem szeretnék itt maradni, csak még gyorsan elköszönök a nézőktől. Köszönjük szépen, hogy ma velünk csatangoltak, velünk kirándultak. Ha jól érezték magukat, akkor tegyenek így legközelebb is, amikor másik két helyszínre látogatunk majd. Viszontlátásra!